Budapest önkormányzata 38 milliárd forintot veszítene el, de Szekszárd és a nagyobb városok is több milliárd forinttól esnének el, ha a kormány csökkenti az önkormányzatoknak egyetlen érdemi bevételét jelentő iparűzési adót. Ezt a cégek a székhelyüknek otthont adó önkormányzatoknak kell befizetniük a nettó árbevételük után. 2021. decemberétől eltörölnék az iparűzési adó feltöltési kötelezettséget. Ezzel a cégeknek nem kellene adóelőleget fizetniük az önkormányzatoknak, hanem elég lenne csak az adóbevallások benyújtásakor 2022. májusában elintézni. Ez az intézkedés országos szinten mintegy 80-100 milliárd forint átmeneti kiesést jelentene az önkormányzatoknak. Az átalakítás a 3200 önkormányzatból 300-at érintene érzékenyen, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint. Bátaszék életében is nagy változást eredményezne az, hogyha a helyi adókból befolyt, mintegy 32 millió forinttól elesnének, hiszen ebből tud egy település önkormányzata fejlesztéseket végrehajtani, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A város mondjuk 2020-as költségvetésében mintegy 110 millió forint az a forrás, ami fejlesztéseket és felújításokat tartalmaz. Hát ha ebből kiveszünk durván 30 millió forintot, az azt jelenti, hogy 30%-kal csökken az ez irányú lehetőségünknek a mértéke. A kis településeknek így Bátának is jelentősen csökkenne a bevétele, ha a helyi iparűzési adót átalakítják, hiszen több mint 100 millió forintot fizetnek be a cégek iparűzési adó címén ennek a községnek, mondta a polgármester Huszárné Lukács Rozália. Általánosságban minden kis településen óriási problémákat okozna, hiszen a kis települések ebből élnek. Az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint azonban szükség van a vállalkozások terheinek csökkentésére. Ezek a pénzek megmaradnak, ebből lehet fejleszteni, esetleg pótolni a beruházásoknál a kieső összegeket, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy fejlődést jelentett. A 2019-es költségvetés szerint a 3200 önkormányzat közel 3000 milliárd forintos kiadásából 827 milliárdot fedezett iparűzési adóbevétel.